szóval miközben böngészgettem a YouTube-on, az algoritmus elém dobta Ferrajt Ádám videóját. Osváth Zsolt, én mindenkit lealáz, aki nem ért vele egyet, odakint valóban szörnyek járnak címmel. Nem néztem meg, ez egy teljesen first impression reakció lesz. Elő lehet készíteni a Fidesz bingó kártyát, hogy mi lesz benne. Az én gondolataim, valaki írja le, aztán húzogassa át, Lipsi, ez easy, személyeskedés, az mindig van, álgyermekvédelem, valószínűleg ilyesmi, genderpropaganda, homoszexuális propaganda, ezeket is betippelem, dollárbaloldal, ez is elég gyanús, hogy lesz benne, erőszakos tüntetés, maga a szó, hogy tüncikézés, ezt is tipplek, és legyen egy kilencedik, hogy olyan 3x3-as bingót lehessen rá írni. Hát nem is tudom, mi legyen még. Hát legyen egy easy, amit tudom, hogy Ádám az szokott, mások nevének a nem rendes kiejtése, tehát hogy VV Zsoltika, meg Fuki Csopi Ádi, meg hasonlók, tehát legyenek ezek. Úgyhogy most nézzük meg magát a videót, amire én most reagálok, úgyhogy ha kíváncsi vagy rá, akkor ne kattints sehova. Nekem csak van egy feltételes gondolatom arról, hogy miről fog szólni ez a videó, mert hogy Ádám az jobboldali érzelmiségű, ami azt jelenti, hogy fideszes. Mert manapság ők már csak ilyen bináris rendszerben tudnak gondolkodni, hogy valaki vagy jobboldali, azaz fideszes, és valaki baloldali, azaz gyurcsány. Tehát, hogy ők csak ebben a kettes számrendszerben tudnak gondolkodni, ennél jobban ezt a politikai skálát és hova tartozást nem bírják lebontani. Ez nem egy ilyen személyeskedés, hanem ez így gyakorlatilag így van. A Fidesznek és azon belül is a megafonos, meg hasonló influencereknek ez a nem tudom, ez a propagandája, hogy vagy velünk, vagy ellenünk. És ugye ez a videó nem másról fog szólni, Ádám videója, mint a pénteki, most már egy hete pénteki tüntetésről, amikor is hazai híres influencerek kiálltak, szerveztek egy tüntetést a gyermekvédelem nevében, valós gyermekvédelmi tüntetés nevében, ahol helyben 150 ezer ember, és még kétszer ugyanennyi online követte végig a dolgot, ami nem csak Magyarországon egyedülálló teljesítmény, de világszinten egy egyedülálló teljesítmény. És ugye a téma nem volt más, mint hogy gyakorlatilag te most védesz egy pedofil segítő embert, avagy nem. És nem kell meglepődni azon, hogy bizonyos oldalak, bizonyos emberek nem álltak ki, és nem mondták azt, hogy igenis ezen változtatni kell. Úgyhogy pontosan ezért szinte előre tudok így pár dolgot, hogy mi fog elhangzani a videóban, ismerve Ádámot, de hát ha meglepődök. Mit szólnál, ha azt mondanám neked, hogy Magyarországon létezik egy olyan maffia, amitől még a leghíresebb celebek is rettegnek? Ez a szervezet nem titokban működik, nem a háttérből, hanem nyíltan itt a szemünk előtt. A mai videóban bemutatom nektek, hogy pontosan hogyan is működik a véleménymaffia. Ez már egy nagyon erős indítás, pontosan azért, mert én értem, hogy itt most mire fog gondolni, hiszen itt most nem másról lesz szó valószínűleg, mint arról, hogy vannak a balos véleményvezérek, meg vannak a jobbos véleményvezérek, és hát a balos véleményvezérek, akik nem mások, mint a Pottyandi Edina, fókuszcsoport, jól van ez így teljes bagázs, ugye az Osváth Zsolti, Partizán Marciék, akik nagyon nagy eléréssel rendelkeznek, és természetesen mindenki más is, aki segített megszervezni a tüntetést, tehát például a Nem akarok beleszólni lányok, akkor beszélt róla ugye Raven Crox is például, tehát hogy amúgy én is ebbe a körbe tartozom ilyen szempontból, hogy vannak ezek a véleményvezérek, és hát ne felejtsük el, hogy ebbe a véleményvezér maffiába Ferrajt Ádám is beletartozik, hiszen ő meg a jobboldali véleményvezér maffiába tartozik, ahol a Megafon, a Patrióta és az összes hasonló pesti srácok, meg az összes hasonló is egy követ fúj, és gyakorlatilag ugyanazt mondja. Szóval nem tudom, miért akarja azt mondani, hogy ő ezen kívül áll, mert amikor neki szegeznek olyan kérdéseket, és nagyon sokszor ő fut bele tátott szájjal a faszerdőbe, mert olyanokat hív el vitázni, vagy olyan emberekkel száll vitába, akik ellen esélyük sincsen, érdemes megnézni a Puzsérral kapcsolatos vitáját is például, de hogy ő is pontosan azon emberek közé tartozik, akik ellen, hogyha valós kritikát, vagy véleményt fogalmazol meg,
akkor megy a személyeskedés, a kerülés, a mismásolás, az egyéb. Akkor miről beszélünk? Mi lenne, ha mondjuk példát tudnál mutatni, hogy te nem vagy ilyen? Mert azok, akikről beszélni fogsz, és gondolom Zsoltiról biztos tekintve, hogy a címben is szerepel, ők pontosan azok az emberek, akik képesek felfogni érdemi kritikát. Képesek leülni vitázni olyan emberekkel, akik nem értenek velük egyet. Viszont az, hogy gyermekeket nem erőszakulunk meg, és nem használunk ki szexuálisan, ez egy ilyen általános univerzális tény és vélemény, hogy ez így rossz. Tehát, hogy ha valaki ezzel nem ért egyet, hogy ez rossz, ott kurva nagy baj van, Ádám. Mert elvileg ebben te is, meg én is egyetértünk, hogy ilyet nem szabad csinálni. És hogy ez nagyon rossz. És hogy több büntetést érdemelne az ilyen, nem pedig pardont. És bocsánatot. És az még hagyján, hogy bűnbocsánatot kap. Az még egy dolog. De az, hogy ez a pedofil segítő szörnyeteg, ez a eltaposni való csótány ember, utána egy, dolgozhat gyerekekkel. Kettő, ez ki lesz neki törölve. Tehát nem lesz priusza. Ha bárki bekér tőle egy erkölcsi bizonyítványt, az üres lesz. Mint például nekem, aki soha életében nem, hogy ilyet, de még valami pitiáners szar geciséget sem követett el. Ugyanolyan tiszta lappal indul, mint én, aki teszek érte, hogy ne is legyek ilyen geci. Ő meg megtette, csak hát valakinek a valakihez szólt, hogy őt ki kéne engedni. Aki közületek került ki. Fideszes volt az illető. Nekem senki ne próbálja bemagyarázni, hogy ez így, meg úgy, meg úgy. Ti engedtétek ki? Miről beszélünk akkor? Na mindegy, még alig telt el egy perc, úgyhogy... Múlt pénteken az influenzások... Hoppá! Köszönöm, bingósok! Személyeskedés. Bár ez nem a személyeskedés, ez inkább a... Nem úgy ne, az influenzások. Te mi vagy, Ádám? Te mi vagy? Fucking influencer vagy? Hát ugyanaz vagy, mint akikről beszélsz. Ugyanaz! Akkor most én is hivatkozok rá, hogy te is egy ilyen pitiáner influenzás vagy? Miről beszélünk? Pártpolitikamentes, civil tüntetést szerveztek a Hősök terén. Egész jó sikerült, azt kell mondani, és nem csak a létszámot tekintve. Egy teljes órán át kellett várni az első igazán öblös mocskos Fideszre. Mire számítottál? Mert a jobboldali sajtónak ez volt az egyik legfőbb érve, hogy hát azt mondtátok, politikamentes lesz, ez ment itt a Fidesz mocskolódás, meg a mocskos Fid, meg keverjük a szezont a fazonnal. Nem tudom, hogy direkt csinálod, mert biztos vagyok benne, hogy direkt csinálod, vagy csak ennyire a képességét hiány vagy, de a helyzet a következő. Ez azért volt politika mentes tüntetés, mert sem a felszólalók között, sem a szervezők között, sem senki között nem volt olyan ember, aki jelenleg aktívan valamely politikai párt tagja. Tehát se nem tudom, kétfarkú kutyapártos, se nem Mi Hazánkos, se nem Momentumos, se nem MSZP, LMP, bár kisgazdapárt, akármi. Vagy Fidesz. Egyik sem. Sőt, direkt megkértek mindenkit, hogy ez egy olyan ügy, ami politikai oldaltól mentesen fontosnak kellene lennie mindenki számára, és a fideszes influenzások kifejezték valaki posztban, valaki TikTok videóban, valaki Facebookos bejegyzésben, valaki Instastoryban, valaki YouTube videóban, teljesen mindegy. Mindenki elvileg egyetért abban, hogy ez az ügy, amiről az előbb beszéltem, ez így rossz, ennek nem szabad megtörténnie. Viszont van egy bökkenő, Ádám, amiről te is tudsz, csak már megint próbálsz mismásolni. Ki van hatalmon több mint 12 éve? A Fidesz, mert erre vered a faszodat, hogy ha mi már mióta nyerjük kétharmaddal a választást, több mint 12, lassan 16 éve van hatalmon a te politikai pártod. Tehát, amikor egy ilyen botrány kiderül, és mellé kiesnek a csontvázak a szekrényből, mert hogy az is kiderült, hogy az Orbán család ügyvédje védte az Endrét, meg az is kiderült, hogy Novák Katalin is volt nála nyaralgatni, meg Orbán is ismeri személyesen, meg a Bicski gyerek otthon igazgatóját is személyesen ismeri, és a ti feladatotok lenne az, hogy ezek az esetek ne történjenek meg,
Vagy ha ne adj Isten, meg is történik, mert nem lehet ezer felé ezer szemetek, ezt teljesen megértem, de ha meg is történik, akkor utána egyrészt a bűnös rendesen meg van büntetve, másrészt pedig megelőzitek, hogy soha többet ilyen ne történhessen meg. Kérdezem, amikor a Fidesz égisze alatt ilyen esemény megtörténik, vajon ki a hibás? A Momentum? A kétfarkú kutyapárt? Esetleg a mi hazánk? Nem. A Fidesz. Hiszen ti vagytok hatalmon. Ennyi idő alatt nektek ezt rendbe kellett volna hozni. Sőt, amikor még Orbán papa ellenzékbe volt annak idején, ott volt Bicskén, és még ő beszélt arról, hogy az én nyomorult állatoknak nemhogy 3-tól maximum 8 évig terjedő börtönt, hanem még akár fejvesztés is kellene kapni. És most ő az, aki kiengedi ezeket az embereket? Ádám, nem tudom, ennek nem néztem utána, bocsáss meg, hogy neked van egy gyereked. Te nyugodt szívvel az Endre mellé engednéd a gyereked? Ott hagynád vele egy szobában? Tudva, hogy ő, amikor látta, hogy azokkal a szegény gyerekekkel mi történik a gyerek otthonban, elfordította a fejét. Sőt, segítette azt a pedofil undormány csótány szarkupacot, hogy ne bukjon le, ne kapjon érte büntetést. Te egy ilyen ember mellé, lelkiismeret fújdalás nélkül odaengednéd a gyerekedet? Mert én nem. És szerintem a magyar állampolgárok 99,9%-a nem. Azért, hogy ez történt, és ennek semmi következménye nincsen, mert az, hogy a Novák meg a Varga Judit lemond, ez nem következmény. Hát ők ugyanúgy havi milliós fizetést kapnak, a semmire. Az abszolút nullára kapják a fizetést. Endre ugyanúgy szabad lábon van. A Kaleta azóta se kapott rendes büntetést. Miről beszélünk? És annyi következménye sincsen, hogy legalább egy indokot, hogy miért lesz szabadon engedve, miért lett neki megbocsátva. Ennyi nincsen benne. Bár ami nincsen, az nem hiányzik, mert nekem van gerincem. Nektek nincs. Nektek a gyerekvédelem annyiból áll, hogy le kell fóliázni pár könyvet. De amikor gyerekek meghalnak, akkor hol van az a nagy gyerekvédelem? Te és a te kis brencsed gyerekgyilkosok vagytok. Pedofilvédő gyerekgyilkosok vagytok egytől egyig. Megtehettétek volna azt, hogy egy kis gerinc kezdeményezést neveztetek magatoknak, és a tüntetés mellé álltok. És azt mondjátok, hogy ezt nem lehet elfogadni. Mert ti elvileg konzervatív keresztény gyermekvédő emberek vagytok, de a nagy konzervatív keresztény gyermekvédelem mellett nektek a pedofilia belefér. Meg ennek segítése belefér. Meg több tízezer kiskorúakról számítógépen tartott kép belefér. Csak buzik ne legyenek. Mert az már túllép minden határt. Nektek belefér az, hogy gyerekek öngyilkosak lesznek. Mert nem tesztek semmit. Lassan 16 éve vagytok kormányon, és nem tettetek semmit. Hány gyereknek kell még meghalnia? Hány gyerek fog még meghalni? Mert az nagyon megy, hogy lipsizés, meg gyúcsányozás, meg sorosozás, meg egyéb. Ez nagyon megy. Ezt már kurvára betanultátok, tök ügyesek vagytok, rendben van. De mikor lesz az, hogy ti aktívan tesztek valamit? Mert csak két dolog. És most ezt segítő szándékkal mondom nektek. Egy, ha ti is ott lettetek volna a tüntetésem, és nem úgy, ahogy te, Ádám, hogy mentél provokálni, aztán meg sír a szád, erről majd mindjárt. Ott lettetek volna a tüntetésen, higgyétek el, hogy egy csomóan szimpatizáltak volna veletek, mert hogy Magyarországon nagyon nagy azoknak az aránya, akik ilyen párt nélküliek, hogy amikor jön a szavazás, akkor így, hát így senki nem akarok szavazni, mert hát mindegyik opció szar. És most csomó embert magatok mellé állíthattatok volna, mert megmutathattátok volna, hogy igenis, van bennetek így empátia, meg úgy emberség, meg úgy mégiscsak. Kettő. Most képzeld el, mennyire sok ilyen kis győzelmi pontot magatoknak felírhattatok volna, és már nem azért, de a választásokkor például ezzel lehetne kampányolni, hogy ti csináltatok valamit. Láttatok egy problémát, azt mondtuk, hogy mi gyerekvédőek vagyunk, meg mi szeretjük a gyerekeket,
és tettetek valami tényleges dolgot a gyermekek védelmében. És ezzel, ez egy olyan, ez az egy dolog, ezzel akkora kampányt lehetne nyerni, hogyha semmi mást nem mondasz az egész választások során, csak ezt, akkora kétharmad, amit még soha büdös életben nem láttál. Az eddigiekhez képest a legnagyobb kétharmadot vittétek volna. Ehelyett mit csináltok? Hazudtok. Hazudtok reggel, hazudtok délben, hazudtok este. Azt se szabad elhinni, amit kérdeztek, mert az is kamu. Álmatokban is hazudtok. És mindemellé gyűlöletet keltetek. Folyamatosan, és hergeltek folyamatosan. Ez a gyermekvédelem, ez a keresztényi hozzáállás. És én tudom, hogy ti nem vagytok igazi keresztények, mert egy igaz keresztény az nem ilyen, mint ti. És azzal, hogy ti kereszténynek gondoljátok magatokat, ezzel a valós keresztényeket sértitek meg, és ők kérik ki maguknak, hogy de tegyük föl, hogy ti tényleg elhiszitek, hogy keresztények vagytok. Hogy tudsz te tiszta lelkiismerettel majd, ha meghalsz? És tegyük föl, Isten létezik, tegyük föl, ott vagy a mennyországban, és éppen megítéltetik, hogy te pokol vagy, menj, vagy hova szeretnél menni. Te oda fogsz tudni állni az Istened elé. És azt fogod tudni neki mondani, hogy én jó ember voltam. Vagy nem kell ennyire teológiai magasságokba elmenni, ha hazamész a családodhoz, és megkérdezik, hogy milyen volt a mai napod, szembeköpés nélkül, és önmagad lehányása nélkül, te tényleg becsülettel azt tudod mondani, hogy ma jó napom volt, jó munkát végeztem, tettem az emberekért? Mert azt az egyet mind elfelejtitek, hogy nem mi vagyunk értetek, hanem ti vagytok a népért. Nem nekünk kellene ezeket megoldani. És az, hogy az egészen sokat elmond, hogy egyrészt az ellenzék is gyász, mert ők se lettek volna képesek ennyi embert megmozgatni. Tehát, hogy ők is le vannak íródva az én szememben, nehogy azt itt. De hogy a kormány, az éppen felelős regnáló kormány nem volt képes az elmúlt lassan 16 évben valamit csinálni, és fucking influencereknek kellett. Ez akkora szégyen, amit a világ nem látott. És hidd el, nekem hidd el, ez benne lesz a történelemkönyvekben. Így fognak rátok emlékezni. Így. A gyermekgyilkos pedofon. Így fognak rátok emlékezni. És még egy kérdés, és utána eskü kirédzseltem magam, és figyelhetünk a videóra. Bele gondoltatok-e abba, hogy mi lesz veletek, hogyha ez a kormány le lesz váltva? Én is tudom, hogy a kövi választásokon ugyanúgy Fidesz lesz, tehát hogy ez nem kérdés. De tényleg mondjuk 8 év múlva, 10 év múlva, akkor még ugyanúgy fiatalok leszünk, tehát hogy 10 év múlva még csak Ádám egyidősek vagyunk nagyjából, még csak 40 környékén leszünk, az még éppen még a felese az életünknek. Mi lesz veletek utána? Mert hogy a helyzet az, hogy akármennyire is nem úgy látszik most, a tetteinknek következménye van. És az internet egy büdös geci hely, mert ha egyszer te oda fölteszel valamit, a büdös életben nem fogod leszedni. Tehát próbálhatod, de nem fogod leszedni. És ott lesz minden hazugság, minden ferdítés, amit te fölpakoltál az internetre. Legyen az YouTube, TikTok, Facebook, teljesen tök mindegy. Szerinted ezek után, ha egyszer kormányváltás lesz, veletek mi lesz? Én elkezdenék ezen gondolkodni, és ahelyett, hogy csak így rövid távon nyalok, én hosszú távon kezdenék el ezen a problémán ügyködni, mert ha egyszer le lesztek váltva, és elnyeritek méltó büntetéseteket, ebben az egyben hiszek, ahol nem hiszek a tündérmességben, ebben az egyben hiszek, és majd ott fogtok könyörögni, és majd ott fogtok nyüsszíteni, meg sírni, hogy jaj, de csak kényszerítettem, meg hát muszáj volt, még nem volt más választás, meg mi lesz majd akkor veletek? Sőt, tovább megyek. Tegyük föl, hogy semmi. Gondolom, ha nincs még gyereked, és majd lesz, akkor mit fogsz mondani a gyerekednek? Mert hogy attól, mert te fideszes érzelmű vagy, nem biztos, hogy a gyereked is az le, és meg fogja találni apukáról ezeket a felvételeket. Ha ő nem az osztálytársa, ő biztos Isten. Mi lesz a gyerekeddel? Előre szólok, hogy a gyerekek gecik.
én nem kívánok a gyerekednek semmi rosszat, hiszen nem tehet arról, hogy ilyen apja van. Sajnos nem választhatjuk meg, hogy kik a szüleink és hova születünk. Szegény gyerek nem tehet arról, hogy ilyen szánalmas apja van. De ha majd bullyingolni fogják az iskolában miattad, akkor tudd, hogy ez a tetteidnek a következménye. Na mindegy. Ez most csak egy ilyen kis rövid récs volt a videóban, mondom, még fél percet néztünk meg, de ebben gyakorlatilag minden benne volt, amit el szerettem volna így első körben mondani. A tüntetés végén hallottuk, hogy a békés pártpolitikától független tüntetők elindultak lebontani a Fidesz székházat. Na már most a történet a következő. Bocsánat, hogy ilyen gyakran megállítom, de a történet, a valós történet a következő. Miután lement a tüntetés, így két, maximum 300 ember ott maradt, és ha bár minden szervező megkérte a tüntetőket, hogy legyenek kedvesek, ne balhézzanak, ne menjenek át a Fidesz székházhoz, ne csináljanak semmit. Ebben a felhevült érzelmi állapotban természetesen voltak olyanok, akik átmentek. Nem dobálták meg az épületet, nem graffitizték le az épületet, nem húgyoztak az oldalába, hanem oda mentek skandálni, hogy mocskos Fidesz mondjon le. Tehát ez szerintem egy ilyen várható dolog volt, de azért nem több ezres tömeg ment oda, és nem kezdték el lebontani az épületet. Amikor is feltűnt Ferrejt Ádám a két operatőrével, és oda ment vegzálni a tüntetőket, oda ment őket direkt baszogatni. És utána meglepődött, hogy voltak, akik haraptak. Sőt, megnyalták a fülét. Geci, ez szerintem a legviccesebb rész az egésznek, mert ezen nagyon ki voltak adva egy előző idő, hogy neki megnyalták a fülét. Életem szerelme. Kedves Ádám, én a helyedben nagyon örülnék, hogy egy hűnyalással megúsztad a dolgot. Mert őszintén szólva, hogyha te direktbe odamész provokálni, ennél sokkal rosszabbra is számíthattál volna. És nem azért mondom ezt, mert jaj, bárcsak megvertek volna téged, nem kívánok neked ilyesmit. Tehát majd egyszer úgyis meg fognak téged verni ezek miatt a dolgok miatt, de nem ott a tüntetésen. De ez olyan, mintha én elmennék egy szélső jobbos rendezvényre, szivárvány zászlóval, korbáccsal, börtangával, és elkezdeném hirdetni azt, hogy mit tudom én non-binary vagyok. És utána meg lennék lepődve, hogy emberek így szíjjel akarnak marcangolni. Mert oda mentem direkt provokálni, amit ugye te is csinálsz. Mert te nem tudsz építeni. Te nem tudsz alkotni. Te csak is kizárólag rombolni tudsz. És én láttam a felvételeken, hogy ezt a kurvára elveszted. Tehát, hogy van benned egy ilyen kis mazoista hajlam, nem tudom, mások tudják-e. De látszik az arcon, hogy neked ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett. És utána te egy egész videót felhúztál erre, hogy volt egy-két ember, aki elküldött téged a picsában, úgy teszem föl tök jogosan, mert normális ember nem megy oda direkt provokálni másokat. Tehát nem csak egy tüntetésen, hanem úgy alapvetően nem mész provokálni, mert nem vagy gyökér, de te igen. Ezt a fűnyalást is, meg azt, hogy egy kicsit meglökték az operatőrödet, ezt te fölnagyítottad annyira, hogy a jobbos sajtó azt hozta le, hogy ez egy erőszakos tüntetés. És teszem hozzá, tele volt rendőrrel a hely. Titeket kellett onnan kiemelni, mert magatoktól nem jöttetek rá, hogy esetleg el kéne onnan húzni a picsába. És csak úgy hozzáteszem, hogy annyi férfiasság nem volt benned, hogy ezeket így fölvállald. Mert hogy több platformon is neve elhallgattatását kérő fiatalember lettél megszólítva, nehogy mindenki megtudja, hogy a Ferrejt Ádámnak a fülét nyalták. Azóta vállalod föl, hogy más már kimondta a nevedet. Kibaszott szánalmas. Tehát, ha már mész provokálni, legyen tököd. Tehát ha már neked ez a content, hogy oda mész direkt másokat vegzálni a baromságaiddal, akkor legyél annyira tökös, hogy ezt így kiállod. Mert az, hogy jaj, egy kicsit oldalba bögtek, jaj, megnyalták a fülem, jaj, ez egy véres tüntetés, úristen, itt mi lesz? Életem. Gondoltuk az operatőrre, hogy megnézzük, hogy mi történik ott. Hiba volt. Még csak kérdezni sem volt időnk. Meglátták, hogy kik vagyunk, körbeálltak, és a pillanat tört része alatt a lincs hangulat alakult ki. Itt van a
Számomra ez egy tök új élmény, mert eddig ilyen még nem történt. Jelenlétével provokált az újságíró. Ugyanitt sajtószabadság akciós áron kapható beszarás. Eddig ilyen még nem történt, hogy téged utáltak? Nem tudod, filterezed a komment szekciódat? Vagy csak a happy üzeneteket engeded ki? Vagy mi van? Mert hogy téged és a sleppedet rengetegen utálják az országban. Tehát az, hogy face to face először találkozol vele, az azért van, mert kiment egy olyan helyre, ahol te nyilván tudtad, hogy téged nem fognak szeretni. Mit vagy ezen meglepődve? Mit vagy ezen meglepődve? Úristen! De a pártpolitikamentes, mocskos fideszezés közben a háttérből azért hallhattál néhány akasszátok felezést is. De nyugi, aggodalomra semmi ok, ez egy békés tüntetés. Itt max békeakasztás lehet. Tudod, ez pont olyan, mint a békebomba vagy a békehadtest. Ezt követően az egyik rendőr kivitt minket a tüntetés közepéről, elmondása szerint a mi érdekünkben. Nem ellenkeztünk. Szóval, amikor odamész provokálni, akkor te azt vártad, hogy mindenki így fapofával áll. Tudod, mi az erőszakos tüntetés, Ádám? Tudod, milyen? Ne tudd meg. De az olyan lett volna, hogy oda mennek, és ott helyben fölakasztanak téged. Az, hogy ezt így mondják, az még egy semmi. Tehát ehhez hasonlókat azért ti is tudtok mondani. Tehát, hogy a nem is tudom, bármelyik megafonost, hogyha megemlítem, ennél azért durvábbakat itt. Apáti Bence például tökéletes példa arra, hogy ő miket tud mondani például. Most akkor azt is komolyan kell venni? Akkor ő egy agresszív állat akkor, az elmondásod szerint, hiszen ezre. Vagy éppen ő Bájer Zsolt. Ó, hát kedvenc Bájer Zsoltom. Akkor őt zárt osztályra kéne küldeni. Mert ő annyira egy agresszív, hát embernek nehezen nevezhető valami, akinek akkor úgy leszik minden szavát. Teljesen komolyan kell venni. És akkor már rég még börtönre kéne ítélni. Tehát most úgy csinálsz, és ez egy ilyen nagyon tipikus, ilyen jaj, én vagyok az áldozó, jaj, te nem engem bántottak, igaz, egy büdös geci vagyok napi szinten, de jaj, Istenem, csúnyát mondtak rám emberek, jaj, eddig ki tudtam törölni a kommentet, de a valós szavakat nem tudom kifilterezni, jaj. Ez hozzátartozik ehhez. Tehát, hogy engem se szeretnek mindenhol. Igaz, nincsen semmi bármilyen jellegű politikai meg hasonló befolyáson. Tehát, hogyha megjelenek egy ilyen rendezvényen, engem nem fognak rögtön kifújolni, mert nem abból élek meg, hogy embereket teszek tönkre, hazudok nekik, meg átbaszom őket. De ez ilyen. Tehát, hogyha valaki az interneten fönt van, és véleményt mond, főleg, hogyha ez politikai, főleg, hogyha egyértelműen nemhogy minden mondatát, de minden másik szavát meg lehet cáfolni, akkor nem tudom, mire számítasz. Sőt, hogyha valaki igazán ki akar égni, akkor nézze meg például a pesti srácok bármely, sőt, nem is a pesti srácok, hanem a... mi az a... az atomszánalmas oldal. Ide ki fogom írni, nem jut eszembe. A komment szekcióját. Na az kőkemény. Ott olyanokról van szó, hogy az akasszátok fel ahhoz képest kutyafasza. Mindjárt rátérünk az igazán szaftos részletekre, de előtte engedj meg nekem néhány baromi egyszerű kérdést. Hogy lehet az, hogy a kommentelők egyik fele szerint jól tették, hogy megtámadtak, meg akartak lincselni bennünket, míg mások szerint nincs itt semmi látnivaló, ez nem is igazi támadás. Akkor most mi van? Egyesek még lögdösödést is alig láttak, míg mások szerint ez maga a megtestesült népharag a bűneimért. Döntsük már rá, hogy akkor mi történt, jó? Hogy lehet az, hogy ugyanezen emberek azzal védekeznek, hogy 300 hülye alapján nem lehet elítélni egy egész tömeget, de ők mégis két lemondott politikus miatt tüntetnek egy egész pártcsalád ellen. Ha ott van egy jobboldali közszereplő, az provokáció. A rendőrök inzultálása, lögdösése, az nem az. Ki érti ezt? Már nem azért, de a kettő fasorba sincsen egymással. Tehát a kormány média olyan cikkeket hozott le, hogy itt csak buzik tüntettek, így ahogy mondom, mert ez az újságírásnak a ne továbbja, meg hogy a semmiért van tüntetve, meg hogy erőszakos, tehát ez alapján, mind a 150 ezer ember erőszakosan tüntetett. Ez a kisebbség által megítélt nagy tömeg. Viszont a probléma a következő. Az Orbán család keze mindenhol ott van. A háttérben, az előtérben, mindenhol is. Tehát a háttérben meghúzódó Gyurcsány szál, az igazából a háttérben meghúzódó Orbán szál, mert az ő keze kicsit messzebbre elér.
Viszont még mindig azt lehet mondani, hogy ti vagytok kormányon. Mégis ki a fasz lehetne hibáztatni, ha nem az éppen regnáló kormány? Más kormányok, más normális országokban ebbe, nem hogy ebbe, század ennyibe belebuktak, és a teljes kormány lemond ilyenkor. Nem két ember, akit a busz alá löktek, föláldozták őket, hanem a teljes mindenki. Az összes. És soha többet nem indulnának választáson. Egy ilyen után. Itt van egy ilyen, jaj, tessék, lássék, bünti, ami igazából nem az, és akkor így ennyi. Tehát itt olyan szálak és összefüggések vannak, amiről te is tudsz, Ádám, csak persze nem akarod mondani, mert hülyíted a saját nézőközönségedet is, és a kommentek alapján nagyon-nagyon jól sikerült is, mert a legtöbben úgy elhiszik az egészet, ahogy van. Tehát én például, miközben erre a videóra készültem, megnéztem több forrásból is, hogy mit írnak a tüntetésről. Olyat is, akivel teljesen egyetértek, olyan médiummal, akit olvasok, vagy hallgatok, és olyanokat is megnéztem, akik a legellenszenvesebb, az újságírás legalsó aljának az alja is. De mindet elolvastam, hogy kapjak egy átfogó képet, mondjuk teszem hozzá, én élőben néztem a tüntetést, tehát nagyjából, persze nem láttam minden egyes sarkát, de nagyjából azért láttam, mi történik, meg hogy mit merre, de én például mindent elolvastam. Neked csak így a szádba van adva az információ, és így dám. Ezt így elmondtad, megkapod érte a kis fizudat, és akkor hazamész aludni. A zavargók létszáma is érdekes. Miért van az, hogy a tüntetők számát 3-mal szorozzák, míg a zavargókét 10-zel osztják? Ha zavargók, akkor alig 150 hülye. Ha azonban a Momentum ugyanennyi embert kivisz a Karmelit elé, akkor több ezres bátor tömeg. Hogy jön ez ki? Ha pedig minden tömegben van pár száz hülye, akkor a Sziget Fesztivál vagy a Krúbi koncert után miért nem megy neki 150 hülye a Fidesz székháznak? Nem is értem. Lehet-e pártpolitikától független egy rendezvény, ha folyamatosan egy pártot szidnak? Ha ez tényleg a gyerekek védelméről szólt, akkor miért nem lázadtak a bíróságok ellen, ahol a maximum 20 év helyett gizda 8 év letöltendőt kapott az egyik elkövető? Mert semmi köze ehhez. Igen, a büntetés kurva alacsony. Ez akkor is felháborodást keltett. Viszont nagyobb felháborodást jelent az, hogy megbocsátottak ennek az embernek, és tisztára mosták a nevét. Mert hogy innestől kezdve semmilyen papíron nem lesz visszakövethető, és hogyha még egyszer elköveti ugyanezt a bűnt, akkor ő nem visszaelsőként lesz kezelve, hanem úgy, mint aki először követi el ezt a bűncselekményt. Tehát szintén sokkal kisebb büntetés fog kapni, mint amennyit megérdemelne. Ezért. De ezt te is tudod. Mert én tudom, Ádám, hogy te egy sokkal okosabb ember vagy ennél. Én tudom, hogy nem ismerjük egymást, nem beszélgetünk személyesen. De a videóidból érzem azt, hogy te egy ennél, mint amit itt internetes personában mutatsz magadnak, te egy sokkal intelligensebb, normálisabb ember vagy. És ezért nem értem meg, hogy tudtad így eladni a lelkedet, hogy így egyszerűen fogalmazzak. Mert amikor feszed ezeket a kérdéseket, te ezekre tudod a választ. Pontosan tudod a választ. Nem vagy idióta, te nem vagy agymosva, nem vagy igazán megvezetve. Csak szeretnéd elhitetni, hogy te ezt így nem tudod. És a nézőid szájába akarsz adni olyan mondatokat, amelyek nincsenek. Vagy olyan válaszokat, amelyek nem úgy vannak, mint ahogy. Számomra ez borzasztó látni amúgy. Hogy egy amúgy biztos vagyok benne egy értelmes ember így alázza magát önként. Mert hogy senki nem kényszerít rá. Abszolút. Tehát ez csak is kizárólag magadnak csinálod. És hogy az amúgy egészen jó beszélőkédet, tehát meg kell mondjam, szerintem jól beszélsz, összeszedetten beszélsz, nem őzöl annyit, jól meg van vágva a dolog, tehát hogy van tehetséged a dologhoz, de miért kell erre felhasználni? És kérdez, de mennyi mindent elérhetnél, hogyha mondjuk kiállsz emellett az ügy mellett? Mennyi mindent elérhetnél? Cserébe azt éred el, hogy az emberek teljesen jogosan téged gyűlölni fognak. Ez egy akkora wasted potential, amit nagyon ritkán látok amúgy. A tüntetésnek két fontos aspektusa volt. Az egyik, hogy online megmondó emberek, youtuberek szervezték. A másik pedig, hogy főleg hírességek, zenészek, színészek, random celebek adták hozzá a nevüket. És itt lesz érdekes a történet. Na most gondolj bele, képzeld magad egy zenész, színész, random celeb helyébe. Mit válaszolnál, ha felhívna egy ismerősöd, hogy
De figyelj már, haver, szervezünk egy gyermekvédelmi abúzus elleni tüntetést, van kedved csatlakozni? Alapvetően azt mondod, hogy oké, miért ne, ez egy jó úgy. Amint azonban olyan szereplőkkel kell egy színpadra állni, akik az év 365 napjából legalább 300-at végig politizálnak, ráadásul párt politizálnak, akkor azért elgondolkodunk rajta, hogy adjuk ehhez a nevünket egy ilyen politikai rendezvényhez. És ezzel nincs is gond, mindenki szuverén döntés, hogy részt szeretne venni egy ilyen politikai rendezvényen, avagy sem. Ja, de várj, ez nem is politikai rendezvény volt. Az, hogy a tüntetők kormányellenes plakátokkal jelentek meg, az csak a véletlen műve. Sőt, a korábban a szervezők egyesével elmondták, hogy ők egy pártot sem támogatnak. Jé, hát ez meg hogy került ide, nem is tudom. Alapvetően mindenkinek politizálni kéne. A politika az átszövi a mindennapjainkat. Tehát ott van, amikor elmész a boltba, amikor megtankolod az autót, amikor megkapod a fizetésedet, amikor elmész orvoshoz, amikor gyereket szülsz, ebben mind ott van a politika. Mindent átsző, nem lehet kibújni alul. És amikor azt mondod, hogy én nem politizálok, akkor ebből kétfajta ember van. Az, aki azért nem politizál, mert nem érdekli, amit nem értek, vagy pedig azért nem politizál, mert például olyan, mint én, hogy itt nyilvánosan viszonylag keveset szoktam politizálni, mert nem értek annyira hozzá. Tehát én itt magamba, társasággal, barátoknál, meg néha, amikor ilyen dolgok vannak, akkor felszólalok, de nem szoktam minden nap politizálni, és nem teljesen politikai témájúak a videóim, hanem én inkább ilyen társadalmi problémákkal, nemi egyenlőtlenségekkel, stb. Szeretek foglalkozni. De alapvetően mindenkinek politizálnia kell. És kellene. Mert másképp nem lesz változás. És hogyha te azt mondod, hogy minden szar, de nem politizálok, akkor hát most gratulálok. Tehát az ilyen egy gyökérember. És ez tök mindegy, hogy melyik pártra szavazol a végén. Ha te nem politizálsz, de szerinted minden szar, akkor te egy gyökérember vagy. Mert igenis politizálni kell. Csak az a baj, hogy Magyarországon a politizálás az a mocskos Fidesz, meg a mocskos Gyurcsány. És a kettő között nincs. Mármint hát van, mert a te általad felsorolt influencerek is a kettő között vannak, alapvetően. Viszont amikor ott van, hogy ezekből lehet választani, akkor mindenki azt választja, ami a legközelebb áll ahhoz, amit ő úgy elképzel. Tehát, hogy én is például nyíltan elmondtam, és a végén én is Márki-Zay Péterre szavaztam azért, mert az én elgondolásaimhoz képest, hogy én mit szeretnék, mint magyar állampolgár, ő és az ő programja és az ő ideái álltak a legközelebb. Nem azért szavaztam rá, mert ő volt a legjobb választás. Egyik őtök se volt a legjobb választás. Senki. Nem volt az a szájbakút szavazólapon egy olyan személy, akire azt mondtam volna, hogy 100%-osan ő a legjobb. Hanem volt olyan, aki a lehető legjobb ahhoz képest, amit elképzeltem, de nem a tökéletes. Ennyi. És a többiek is pontosan ugyanezt elmondták, körülbelül 150-szer. Csak ők tesznek egy plusz egy lépést, amit ti soha. És legalábbis nagyon kevésszer, mert nagyon-nagyon-nagyon ritkán látom a ti politikai oldalatokról, mindenkit elhívnak beszélgetni. Tehát például a Márki-Zay az nagyon dicsérendő ilyen téren, tök mindegy, hogy balos vagy jobbos vagy, vagy közepes vagy, vagy kurvanyám vagy, ő bárhova elmegy vitázni. És válaszol kérdésekre. És hogyha én elhívom a Márki-Zayt, mondjuk hozzám közel van itt Szegedhez, de ha én elhívnám, pedig én egy senki vagyok, egy nulla, akkor is eljönne ide beszélgetni. És nem bújna ki a kérdéseim alól, hanem szépen megválaszolná őket, és nagyon szépen kommunikál, és nagyon szépen elmondja a dolgait. Mert egy rendes politikus, nem a legtökéletesebb, és majd tanulni fog. És tanulni fog a hibáiból, és nagyon remélem, hogy ezt megteszi. És majd fejlődik. De ő ezt megteszi például. Ti? Jó, a Márki-Zayt aztán elhívtátok egyszer-kétszer, és le is alázott benneteket nagyon csúnyán, de hogy ti egy ellenzékihez mikor mentek el vitázni? Orbán mikor fog elmenni vitázni? Bármikor. Nem fog, mert be van szarva. Mert sarokba lehet szorítani nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen három mondattal. És ezért nem, mert fosik. Másokban legalább van ennyi. És például a Donátonában is most ezt kezdem el látni, és a Vona Gáborban is ezt kezdem el látni, hogy egyre inkább nyitnak, és mennek. És vitáznak, és mennek, és mondják. És tök mindegy, hogy melyik oldal hív, nem válogat. Ti válogattok. Ti csak így a sajátjaitokat. Mert az pontosan azt fogja mondani, amit ti szeretnétek, és akkor lehet így bólogatni. Jaj, de milyen jó, egyetértünk. De az, hogy
rendesen vitázzatok. Ütköztessétek az érveiteket, és nem személyeskedés, meg nem gyurcsányozás, meg sorosozás, meg hasonlók, hanem rendes érv ütköztetés, erre ti nem vagytok képesek. Ez a különbség a kettő között. És ha például megnézitek Ádámékat, megnézed Edinát, megnézed Osváth Zsoltit, minden oldalt szídnak. Minden oldalt ugyanúgy szídnak. Tehát ha bármelyik párt lenne most hatalman, akinél ez a balhé megvan, azt is ugyanígy szídnak, és akkor is ugyanígy tüntetés lenne ellenük. És amikor a Márkisza elbaszta, akkor őt is leszítták. Amikor a Gyurcsány mondjuk fasságot, őt is szidják, mint állat. Amikor a Momentum nem csinál semmit, őket is szidják, mint állat. Mindenkit szidnak. Ti csak nyalni tudtok egyfele. Mert a kritikus gondolkozás így megállt. Ez a különbség köztük és köztetek. És a másik, hogyha a celebek meglátják, hogy Ezzel Ádám azt szeretnéd mondani, hogyha mondjuk egy fideszes celeb nagy Isten kiállt volna a tüntetés mellett, akkor hirtelen nagy bajban lenne? Ezt szeretted volna mondani? Milyen érdekes, milyen furcsa, hogy nálatok csak egyfele lehet nyalni. Mert vagy veletek van valaki, vagy ellenetek. Mi lett volna, hogyha tegyük fel mondjuk a Tóth Gabi, a nagy Fidesz királynő, kiáll a tüntetés mellett? Hirtelen nem kapott volna munkát tőletek? Eltűnt volna a médiából? Mert elárult volna benneteket? Lehet, hogy itt nem is azzal van a baj, hogy egy balos tüntetés mellé adják a nevüket, hanem az, hogyha egyszer kiesnek a Prixisből, akkor nincsen visszaút. És lehet, hogy nem attól félnek, hogy összemossák balos influencerekkel a nevük, hanem az, hogy tőletek félnek, hogyha egyszer rosszul lépnek, mindennek vége. Én nem támogatok egy pártot sem, de mocskos Fidesz, takarodj! Így szokott ez lenni. Az ex való világos, azóta bulvár guruvá avanzsálódott Osváth Zsolti több hírességet is meghívott. Sokan csatlakoztak, nevüket adták a politikamentes, civil tüntetéshez. Volt azonban néhány szkeptikus celeb, akik hát azóta már nem is híresek, nem tudnak énekelni, és ezentúl már soha nem is voltak tényező. Igen, a lista már le van adva, íródik az új múlt. Szóval volt néhány olyan híresség, köztük Ördög Nóri, akik úgy döntöttek, hogy bár fontos számukra a gyermekvédelem, nem nagyon szeretnének beleállni egy erősen átpolitizált ügybe. Olvasom Ördög Nóri nyilatkozatát. Az elmúlt napokban több megkeresést is kaptam, több irányból, hogy szólaljak fel, vállaljak szerepet a bántalmazott gyerekek ügyében. Boldog vagyok, mert azt látom, ebben a témában egységes az álláspont, nem is lehetne más. A bűnösöknek zéró a tolerancia. Ugyanakkor, csak úgy, mint minden közéleti témát, ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig is és ezután is távol fogom tartani magam. Fontos napokat élünk, és kívánom, hogy a bántalmazott gyerekek ne csupán az eszközei legyenek a politikai csatározásoknak. Én mindenek felett velük, mellettük vagyok. Teljesen korrekt nyilatkozat, az az ő döntése, nincs itt semmi látnivaló, de jött Osváth Zsolti. Átverve érzem magam, mert engem a Nóri meggyőzött arról, hogy a gyerekei nevelésében és a nyilvánosságban való szereplésben mennyire tudatos. Úgy gondoltam, van okom rá felnézni, de ez most megváltozott. A kiírása után teljesen másképp gondolkodom Ördög Nóráról. Nóri, simán esélyed lett volna most azt mondani, hogy bár én a kormánytól kapom a fizetésem, és én csak szórakoztató műsorokat gyártok, de a gyerekek az egy no-go zóna. Tehát Ördög Nórának csak akkor oké a gyerekeket felhasználni, ha ezért pénzt kap. Sajnálom, mert mi nem adjuk a pénzt, mi gyűjtjük. Szerintem bölcsebb lett volna, ha nem ír semmi. Írt Ördög Nóra, aki a TV2-nél dolgozik, ami egy kormány oldali TV-csatorna. Miről beszélünk? Nem akarok benne lenni a politikai, jó, egy politika rossz, de kormány oldali médiában dolgozok. Mert a TV2, bárki bármit mondhat, erősen kormány oldali média. Ez nem politizálás? Az, hogy nem mondott ki nyíltan, attól még az marad. És kurva nagy csalódás ez egy olyan nőtől, akinek több gyereke is van, és az egész személyisége abból áll, hogy ő mennyire egy gyerekcentrikus gyerekbarát, mennyire egy édesanyja, mennyire egy kedves jótét lélek. Most meg lehetett volna mutatni, hogy ezek az állítások igazak. Nem merted, mert befostál. Mert féltél, hogy akkor hát az RTL-hez nem mehetsz már vissza, a TV2-től ki fognak baszni, akkor mi lesz velem? Muszáj leszek még több vlogot csinálni a gyerekeimről. Akik ugye nem feltétlenül egyeztek bele abba, hogy így mutogassák magukat az interneten mindenkinek. Hát igen, ez egy biztos én nehéz döntés volt Nórinak, nem is csodálom, hogy nem merte meglépni. Hallod? Ugye hallod? Egy abúzus elleni tüntetés szervezője éppen most abúzál egy nőt a véleménye miatt. Egy nőt, egy 2 gyerekes anyukát, aki hozott egy döntést, amit ilyenkor elfogadunk és nem vegzáljuk.
És komolyan fel fogjuk használni ezt a kártyát? Te, keresztény, konzervatív, felrájt Ádám, fel fogod használni ezt a kártyát? Ez most komoly? Nem lett abúzív. Tehát ez nem abúzív. Tehát ez fasorvasin. Ezt úgy hívják, hogy saját vélemény. Amihez sajnos, nem sajnos, de a Zsoltinak is joga van. Képzeld el, nem csak a Nórikának, hanem a Zsoltikának is joga van hozzá. És van olyan, hogy a kettő ember véleménye nem egyezik. És ezt lehet úgy is csinálni, hogy mondjuk nem vesznek össze. Vagy nem kezdik el kurva anyázni a másikat. Vagy nem kezdnek el személyeskedni. De abban viszont igaza van Zsoltinak, hogy Nóri gyakorlatilag pénzért árulja a gyerekét a neten. Tehát, hogy a YouTube csatornája másról se szól. Ott van a gyerek, kabát-kalappal együtt. Ott van az arca. És nem emlékszem, hogy bármikor megkérdezték volna a gyereket, hogy biztos akartak szerepelni, ez örökre fent lesz az interneten, ezt mindenki látni fogja. A jövőbeni barátaitok, a család, az osztálytársitok, mindenki. Ha csak egy rosszat fingasz, az is fent lesz az interneten. Amiért anya kapja a pénzt, nem ti, mert ugye nem. Ami amúgy már-már kérdés, hogy éppen mikor, de már-már gyerekmunkának számíthatna, hiszen a gyerek is szerepel rajta, és nincsen kiblőrözve az arca. És ugye a szereplésért, a befolyó összegből ő nem kap jelenleg semmit. Nem tudom, hogy van-e bármi ilyen banki alapjuk a gyerekeknek, hogy oda elteszik ezt a YouTube pénzt, és akkor majd 18 évesen hozzájutnak, és majd milyen jó lesz nekik, nem tudok erről. Ha van, akkor az legalább valami pozitívum, de hogy alapvetően Ördög Nóri pénzt kap a gyerek mutogatásából. Be van ez így kerítve, meg szépen fölkoszorúzva, hogy ez nem az, de minden egyes családi vlog csatorna, legyen ez magyar vagy külföldi, ahol a gyerek arc így bele van mutatva a kamerába, az gyerekből keres pénzt. Ami szerintem szomorú, és tiltani kellene. És nem jó. Nem lehet úgy csinálni, hogy az jó legyen. Tehát kihasználod a saját gyerekedet egészen addig, amíg gyerek. Az, hogy valakinek véleménye van, az még nem feltétlen abúzus. Az abúzus az lenne, hogyha Zsolti léptennyomon keresztbe tenne a Nórának. Tehát mondjuk a munkahelyéről kibaszatná, elvetetné tőle a gyereket, hamis állításokat találna ki róla, stb. Stb. Az már egy abúzív viselkedés lenne. Ez nem az. Ördög Nóri egy szervezőt sem szólított meg személyesen, nem kritizálta a tüntetést. Simán elmondta, hogy ő nem kíván politizálni. És mit kapott érte? Vegzálást és nyilvános megalázást. Mert nem a nyilatkozatát támadták, hanem a személyét. Csalódtam benned. Azt hittem, tudatos anya vagy. Eddig felnéztem rád. A kormánytól kapod a fizetésed. Ez mégis micsoda? Hol van ilyenkor mérővera? Na ne. Patent. Hol vannak most? Vagy van a jó, meg van a rossz karaktergyilkolás? Lapítanak. És itt jönnek ki az aláfölé rendelt viszonyok. A kommunizmusból jól ismert, ma már a liberalizmusnak álcázott osztályharc. Tudod, ez egy ilyen liberális sakk, egy ilyen liberális társasjáték, ahol a nő üti a férfit, a meleg üti a nőt, a migráns meg üti a meleget, bár az utóbbit azt Malmöben mondjuk már a gyakorlatban is bevezették. Ja, Istenem, úgy érzem magam, mintha ilyen ovisoknak kéne magyaráznom amúgy, hogy tanult egy ovis gyerek valami nagy szót, ez olyan, mint amikor valaki tanul egy nagy szót, amit nem használnak úgy mindig, és mindenhova ezt teszik. Tehát, hogy nekem a személyes kedvencem, most nem is olyan régről, a toxikus. Mindenki toxikus. Amit csinálsz, az toxikus. Ez is toxikus. Mert megtanult ezt a szót, az illető, és akkor mindenre ezt használja, és akkor most azt hiszi, hogy úristen, de kurva nagyot mondott, miközben fogalma sincs arról, hogy ezt mikor és milyen értelemben lehet mondani. Hogy így értelme is legyen a mondandónak. Tehát számomra ez most ugyanez. És hívod azokat a szervezeteket, akik kiállnak nők mellett, meg gyerekek mellett, nem tudom, az agyam, az kezd kifolyni a helyéről, érted? Tehát olyan dolgokat hozol föl, meg kapcsolsz, ez semmi köze egymáshoz. Van itt két média személyiség ellenkező politikai skálán. Minden nyomorult blik, szar, bors magazin, meg ilyesmi le fogja hozni. Hogyha a Zsolti csak eltüsszenti magát, mert arról írnak egy cikket, mert a Zsoltra lehet kattintani, és lehet cikket róla írni, bármit csinál. Rosszul vágta a lábkörmét, puf, jött 3 cikk róla. Nem teljesen értem, hogy nem érted a médiát, amiben te is benne vagy, és szerepelsz, és tartalmat gyártasz rá, vagy csak tényleg ennyire gyűlöletet szeretnél kelteni. Te is vegzálsz embereket a saját véleményük miatt. Akkor most miről beszélünk? Neked lehet, nekünk nem? Vagy
Vagy itt mi történik? Zárójelben fontos info, de jegyezd meg, mert később felkérdezem. A tüntetés alatt és utána is hallhattuk a kormányellenes rigmusokat, köztük a mocskos Fideszt és társait. Tudod, a civil pártpolitika mentes tüntetésen. Ebből is látszik, hogy mennyire nem politikai ez a rendezvény. Most pedig jöjjön a történet másik szereplője, Széki Attila, azaz Curtis, aki szintén nem kívánt részt venni a rendezvényen. Zsolti valahogy őt is betalálta, majd üzengettek egymásnak a médiában. A kettőjük konfliktusa teljesen lényegtelen, de Curtis a tüntetés közben annyit posztolt az Insta oldalára, hogy hazug banda, ezért nem mentem. Eredeti sztori az, hogy Curtis megígérte, hogy ment, aláírta a nem tudom mit, hogy az ő neve is legyen feltüntetve azoknak a hírességek, nem pedig celebek listáján, akik támogatják a rendezvényt, majd utolsó pillanatban visszavonult, mert befosott, mert ő azt mondta, hogy ő nem kíván ilyen politikai rendezvényen részt venni, mert ő nem politizál, majd Orbán évértékén ott volt az első sorban. Mert ő nem politizál, csak amikor a saját politikai pártjáról van szó, akkor politizál. Gondolom, Ádám erről nem fog beszélni a továbbiakban. Ez viszont Curtis rajongóinak nem tetszett, de nem ám, a sajtó pedig tök váratlanul mérni kezdte Curtis követőtáborát. A 24.hu már meg is írta. A hétvége mérlege több ezer követőt vesztett Curtis az Instagramon. De mennyi az a több ezer? 8000? 15000? 30000? Nézzük meg, mert a 24.hu ezt is bemutatta. Fú, hallod, ez nagyon csúnyán néz ki, hatalmas zuhanás. Óriási zuhanás van ezen az ábrán, de várjunk. Amúgy ez számít valamit, hogy valami délistát celeb követőket veszít az Instán, tehát ez amúgy számít bármit is. Oké, volt ez a Majka Curtis csapat, énekeltek együtt egy jó pár számot, tök jó, rendben van, de hogy úgy önmagában amúgy Curtis így számít valamit, meg az, hogy hány Instagram követőt veszít, tehát most így őszintén így a így egy ilyen nagy skálán, az, hogy ő van, nincs, van Insta követője, nincs, megtartja számot, vagy nem, ez amúgy úgy összességében számít ennyire? Az az egy számít ilyenkor, hogy ő megígért valamit, majd visszakozott, és vizet prédikált, majd bort ívott. Mert ő nem politizál, de megjelent az évértéken, ami szintén politikai töltetű. Csak olvassuk csak az apró betűs részt, mert ott a lényeg, és azért ez nagyon meredeknek tűnik. Hát persze, azért tűnik meredeknek a görbe, mert alapból 360 ezerről indult. Tudod, ezt hívják úgy, hogy ábrahamisítás. Magyarul Curtis 3000 követőt se vesztett ezzel a posztjával. 3000 követőt se. A baloldali véleménymafia azonban mindenkit utára akarja adni. Aki kiénekel a kánonból, az csúnyán megjárja. Reméljük, Curtis valahogy túléli ezt a veszteséget. Mondjuk én eddig azt sem tudtam, hogy van Insta oldala, de ezen gyorsan változtatunk. Ezt tudom, hogy csak szörccel hasogatás, de az volt a cikkben, hogy több ezer követőt veszített, na már most a 3 az több, mint 1. Tehát amúgy, hogyha azt nézem, akkor több ezret veszített, mert több, mint 1000-et veszített. 3 pedig több, mint 1. De csak belekötés miatt mondom. A lejáratásban a 444 is részt vett. Curtis és Zsolti adok-kapok és során, amikor még a rendezvény előtt kiderült, hogy Curtis nem is adja ehhez a nevét, a 444 lehozott egy cikket, ahol listázták a sztárokat. Szó szerint idézem, az ügy mellé álló hírességek névsora, és ott látjuk Curtis nevét áthúzva. Nem kitörölték, áthúzták, hogy az olvasó azt lássa, ő nem áll az ügy mellé. Milyen szép megfogalmazás. Az ügy mellé állok. Vajon hányan voltak vele úgy, hogy inkább ez, mint hogy Zsolti rájuk küldje a dühös kis véleményverő embereit, és ahogyan a nyugaton mondják, cancel.